csaj fényt, most jó. Jelzd azt, hogy meg se történt. Vendégünk Hunyad Kürtié, szia, köszönjük, hogy eljöttél. Szia, köszöntünk nálunk. Én is köszönöm, hogy az, hogy nagyon sokszínű vagy, mi sem bizonyítja jobban, hogy most nem a Holy Chicks énekesnőjeként, nem is elefánt gondozóként ülsz itt elünk szemben, ugyebár ezt nemrégiben kipróbáltad a Szerepcsere című rovatunkban, hanem egyetemi hallgatóként köszönhetünk téged itt a stúdióban. Most már másodéves vagy, zeneterapeuta szakon. Mesélj erről egy picit, hogy miért kellett ez a te életedben. Így van, a Pécsi Tudományegyetemre járok, most fogom kezdeni a második évemet, egyben az utolsót zeneterapeutaként, vagy hát remélhetőleg az leszek, miután elvégzem. Ez nekem egy nagyon-nagyon régi vágyam és álmom, és sokáig dédelgetett álmom volt, hogy én egyszer művészetterápiával szeretnék foglalkozni, aztán ez így kikristályosodott, hogy akkor ez a zeneterápia lesz, és akkor még nem is tudtam, hogy van ilyen. Aztán utána az ELTE-n is van egy ilyen képzés, annak volt egy előképzése, amit én elvégeztem, de az ELTE-n nem indították abban az évben, viszont találkoztam ott, nagyon jó barátaim lettek, és akkor ott mondta az egyik lány, hogy amúgy a Pécsi Tudományegyetem is indít, felvételiztem, felvettek, és akkor most oda járok. Akkor én azt gondolom, hogy ez a Vivi által már a beszélgetés előtt emlegetett lifelong learning fogalom, ez abszolút illik lát, hiszen már eddigi évek alatt is számos végzettséget szereztél, és szerintem a nézők közül nem biztos, hogy mindenki tudja, de te érettségi után nem közvetlenül a zenei pályán indultál el, hanem a fotográfia felé nyitottál. Ez hogy itt történt? Őszintén az volt, hogy valamit szerettem volna tanulni, nem szerettem volna elmenni dolgozni még, és oda nem volt felvételi, és nagyon érdekelt a fotózás, és annak ellenére, hogy nem dolgoztam soha ebben a szakmában, nagyon sokat kaptam attól a sulitól, mert egy tök jó perspektívát nyitott a világra nekem, amit azóta is szerintem itt tudok hasznosítani. Gondolom azért hobbiból a magánéletbe kattintgatsz még néha, azért készíted a fotókat azóta is. Igen, telóval most már. Ez picit más. Utána pedig jött a Kőbányai Zenei Stúdió, ahol igen, zenészként és zenetanárként végeztél, igen, és azóta is tanítasz éneket, sőt még diákszínjátszást is. Erről mesélj egy picikét, hogy mit jelent a te életedben a tanítás. Amikor a Kőbányaiba felvételiztem, én nekem nem volt olyan tervem, hogy én énektanár szeretnék lenni, egyszerűen csak zenélni szerettem volna, és azt tudni kell, hogy én 5 éves korom óta járok Földesi Margitnak a színjátszójába, és Margit megtudta, hogy énektanárként fogok ott diplomázni, és megkérdezte, hogy pont üresedés van, és nincs a kedvem akkor nála tanítani, és gyakorlatilag egy teljesen új út nyílt ki előttem, mert rájöttem, hogy én ezt igazából nagyon szeretem, és nagyon tetszik, és azt hiszem, hogy legalábbis a visszajelzésekből úgy gondolom, hogy van hozzá érzékem is, és ott már egészen kicsiket is tanítottam, tehát egy ilyen elég nagy korosztályt fed le a brigád. És kiderült, hogy a gyerekekhez is van érzéke. Igen, és pár nap múlva még kisebbekkel fog
fogsz majd foglalkozni. Erről mesélj, ez most egy nagy kaland lesz, ami mert lehet, hogy van még egy végzettséged. Óvó pedagógia szakon is végeztél. Fel se lehet sorolni, annyi van. Van, igen, óvodapedagógusként végeztem az ELTE-n, mert hogy itt a Margitnál az volt, hogy kaptam óvodásokat, és akkor rájöttem, hogy úristen, ezek mennyire jó fejek, tényleg mindenre nyitottak, minden érdekli őket, és akkor elmentem az óvodapedagógiát tanulni, le is diplomáztam, aztán abban a szakmában nem dolgoztam, de mint később kiderült, hogyha nincs az a végzettségem, akkor most nem tudnám csinálni a zeneterápiát, mert hogy az kellett egy BA diploma, szóval egyébként nagyon sorszerűen alakult minden, és hát most az a helyzet, hogy körülbelül egy hét múlva fogok kezdeni, de egy bölcsödében leszek kisgyermeknevelő. Ezt még nem csináltam, úgyhogy kipróbálom magam. Mennyire izgulsz most ezelőtt a feladat előtt? Még nem, mert addig még van egy hét és egy csomó minden elintézni való, de nagyon-nagyon várom, és hát remélem, hogy tényleg 100%-ot tudok ott is nyújtani. Én mindig csodáltam azokat az embereket, akik még a szabadidejüket is a tanulásra fordítják, mert hogy te még a szabadidődben is tanulsz, vagy szeretsz tanulni, méghozzá olaszul, úgyhogy nem tudom, hogy a kis bambiniknek mit fogsz megtanítani legelőször majd olaszul, majd nekünk valamit, hogy bizonyítsd ezt a tudásodat. Ez lesz az első. Első. Hát ők még ugye nagyon beszélni se tudnak, tehát hogy nem biztos, hogy a szülei körülnének, hogyha a magyar helyett olaszul szólalnának meg először. De amúgy igen, ez így van, hogy én a Covid alatt hobbiból elkezdtem tanulni olaszul, bár most sajnos egy kicsit hanyagoltam, hogyha nézi ezt az olasz tanárom, akkor előre is elnézést, vagy utólag, vagy itt elnézést kérek. Most egy kicsit elhanyagoltam, mert nem volt rá időm, de ez nekem abszolút egy hosszú távú tervem, hogy olaszból szeretnék nyelvvizsgát szerezni. Na, de hát mindenképpen említsük meg a Holy Chicks-et is azért, hogy mi a helyzet nátok zenekari fronton, mi újság a csapatnál? Most nagyon izgalmas dolgok előtt közben állunk, ugyanis ugye azt már lekommunikáltuk mindenhol, hogy volt nálunk egy gitáros csere, és most éppen készülünk, lesz egy budapesti koncertünk szeptember 29-én, már teljes egészében Lizával, az új gitárosunkkal. A Turbinában lesz majd az a koncert. A Turbinában lesz a koncert, igen, igen, úgyhogy erre készülünk gőzerővel, illetve most egy klipet is fogunk forgatni, még az előző megjelent háromszámos EP-ről ez egyik dalra, úgyhogy most az erről is... Erről a klipről azért még valami csepegtes nekünk, hogy pontosan mit láthatunk majd ebben a videóban, mire számítsunk? Hát nem mondok el semmit, mert nem azt mondom, hogy titkos, de hogy van már egy tervünk, igazából most egy olyan kicsit más klip, jellegű klipre készülünk, mert most azt tervezzük, hogy nem mi leszünk a főszereplők, hanem csak ilyen cameo jelleggel fogunk itt-ott megjelenni, ennyit elárulhatok erről. Visszatérve még egy picit a tanulásra, hogy minket is ösztönöz, van még valami olyan a bakancslistádon, amit szeretnél teljesíteni a tanulás terén? Hát ugye mivel a zeneterápiával szeretnék foglalkozni, azért ezt még egy kicsit jobban szeretném körbejárni, szóval így a pszichológia felé is kacsingatok, bár nem, valószínűleg azt már nem fogom tudni teljesíteni egyetemi szinten, de még az is lehet, úgyhogy igazából egy kicsit én elég spirituális beállítottságú vagyok, szóval, hogy így mindenféle oldalról szeretném ezt az egészet megközelíteni. Egyébként ma is egy tanfolyamon voltam. Na tessék! Na tehát! Egész nap, igen. Minő meglepetés, igen, ugye? Egy reiki tanfolyamon voltam, szóval hogy így azért így szerzem azokat a kis tudásmorzsákat, amiből majd így szépen fel tudom építeni nagyon az életemet. Nagyon jó, csak így tovább. Nagyon köszönjük, szépen köszönjük, és sok sikert az összes feladathoz, ami előtted áll. Köszönöm szépen.